A Győri Városházára érkezett az osztrák küldöttség. Az előadásokon a szociális ellátással foglalkozó szakemberek részletes képet kaptak arról, hogy Győrben az idős emberek milyen intézményekben és hogyan tölthetik hétköznapjaikat. Ez a program egy pályázat keretében valósul meg, aminek a címe az, hogy Age Friendly Régió. Ennek keretében osztrák és magyar szakemberek dolgoznak azon, hogy az idősek helyzetét javítsuk a határ mind a két oldalán. Igazából ez egy 2017-ben indult pályázat. Ennek olyan állomása is vannak, amikor tapasztalatcserére kerül sor. Ez egy ilyen alkalom. Voltunk már többször mi is Ausztriában, és most osztrák szakemberek látogattak el hozzánk a szociális területekről. Győr most már évtizedek óta kiemelten foglalkozik a szépkorúakkal. Egy ilyen program újabb ötleteket, módszereket adhat az ágazatban dolgozóknak. Ugye az egyértelmű mindnyájunk előtt, hogy hál' Istennek növekedik az átlagos életkor, ennek következtében egyre több idős van. Az idősekkel pedig foglalkozni kell. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, amit végül is az Európai Unió indított Magyarország nyugati megyei, illetve Ausztria-Steierország között. Egyrészt, hogy cseréljük ki a tapasztalatokat, csak idős eljárás, idősek gondozásáról van szó, cseréljük ki a tapasztalatokat, plusz csinálunk egy olyan projektet, ahol 200 célszemélynek kijelölünk 6 projektmenedzsert, és ennek mi az egésznek a lényege? Az egésznek az a lényege, hogy egyre vidámabbá, egyre boldogabbá és egyre megelégedettebbé tegyük az időseket. Ebbe Győr nagyon szívesen bekapcsolódott, és nem véletlen, hogy minket választottak ki, egy kicsikét azért hadd büszkélkedjek, hiszen 2018-ban is Győr az idősbarát város címet megkapta a minisztériumtól. Annak ellenére, hogy Ausztriában és Magyarországon más a szerkezete és rendszere az idős ellátásnak, sok a hasonlóság és a problémák is közösek. Az is egyértelmű, hogy mindkét országban nő a nyugdíjasok száma. Az egyik sarkatos kérdés a szakember utánpótlás, illetve jelenleg a szakemberek képzése, a szakembereknek a folyamatos biztosítás. Az Ausztriában is ugyanilyen feladat és kihívás, akkor is, hogyha teljesen mások akár a jövedelmi viszonyok. A másik pedig, hogy azok az idősek, akik mögött áll egy családi támogató háttér, vagy éppen magányosak, egyedül vannak a saját otthonaikban, egy olyan szakszerű segítséget tudjanak kapni abban az adott lakásban, abban az adott környezetben, ami lehetőséget teremt számukra, hogy egy valamilyen szintű életminőség keretei között, de az otthonukban tudjanak minél tovább élni. Tehát ezek a legfontosabb tapasztalatai, én azt gondolom, ennek a projektnek, és az, hogy olyan technikákat, olyan megoldásokat dolgozzanak ki a szakemberek, amik hozzá vannak igazítva az országok sajátosságaihoz, de ha bontom ezt Magyarországra, akkor a különböző városok sajátosságaihoz, vagy a régió sajátosságaihoz. A projektnek az is fontos feladata, hogy különböző szakterületek és ágazatok, mint például az egészségügy, az oktatás és a kultúra tudjanak együttműködni egymással a szépkorúak érdekében.